kevesebb, de legenda szerint 1791-ben történt, hogy amikor az egyik pásztor, amint Majsa irányában legeltette nyáját, egyszerre csak egy addig ismeretlen forrásra futtam, melyről egy egyre erősödő fény tört elő. Éjfél körül járt az idő, és a forrásból a boldogságos Szűz Mária áldást osztó alapja bontakozott ki. A pásztor csodás látomásának hamarosan díjra ment. Sűrű rájukban indultak meg a környék lakói a forrás felé, énekelve, imádkoznak. Megmosakodtak a forrás vízében, és vittek belőle ott a betegeik részére is. Egymás után több csodálatos gyógyulás híre kelt szájra. Ebben az időben egy bénak oldus érkezett ide bőtölve, imádkozva a mindenkor segítő Szűz forrásához, és amint a lábait a forrásban megmosta, bénasárga hazonnan leszűnt.
Mankóját a forrás mellett a földbe szúrta, amely ott kihajtott, és fába terebélyesedett. Amikor a fakiszárat a hírek darabokra szedték, és majd is sok kunsági családnak féltve őrzött helyetjére. Egy csodás esemény emlékére készítették a ma is használatos látmosó medencét. 1793-ban a püspöki hatóság betiltotta a forrásot való búcsújárás. A Kiskunfélegyházi városi tanács betömette a forrás, de minden hiába volt, mert a víz még nagyobb mennyiségben és erővel tört fel, a híveket pedig semmi sem tudta visszatartani az állandóaktól. Közben 1475-ben a hívek adományából felépült a templomocska. A tömeg állgáltatossága adományából épült föl. 1885-ben Szabó Ferenc Kiskunfélegyházi plébános megengedte, hogy a hívek zászlókkal búcsú keresztel vonulhatnak a Szent Úrhoz. Akkor volt a még itt. Ő meg félretáradó plébános. Ilyen régen volt amit. 1880-ban Kiskunfélegyháza városa átvette a kegyuraságot a Szent Úr felett. 1940-ben a városok vették át a kegyhelyét. Gondozását 1950-ig. A pálosok sok jegyzőkönyvet vettek föl, csodálatos gyógyulásokról és ima meghallgatásokról. 1950-től önálló plébánia lett. Főbúcsúja Külkönyvasárnak és kisasszony napja. Most itt van végsor egy énekből, aminek nem tudjuk a dalomát. Öröktől választott drága szűz, égi szeretetre gyullasztó szent tűz, kér lelkünknek bűnbocsátás és hazánkra Isten áldás. Ennyi. Ezért a pozitív szünetet, jó?
Yeah.
a vezetője, és a mai délután folyamán hát egész én, másik pedig a kollégáim fogják minket kísérni, illetve a múzeumokat, és úgy tudom, hogy egy bőséges egyébként magnak jut, hogy egy kicsit szuszolni is. Addig én pedig mesélek, jó? Féletházából. Nem tudom, van olyan önök között, aki már járt itt Kiskun Féletházán. Igen. Vannak azért néhányan, remélem azért önöknek is tudunk újat mutatni. A Városháza dísztermében vagyunk. Ez az épület 1911-re készült el, 1909 és 1911 között épült. Ez a városunknak a harmadik városházája, és mind a három ugyanezen a helyen állt valamikor. Kiskun Féletházát 1743-ban telepítették újra. Egy középkori településként is ismert egy templomos hely, amit Féletházának, Feletházának neveztek, amelyet a török időkben 1526-ban felégettek, és lakatlanná vált, pusztaként bérelték a kecskemétiek, akik csak a török után 1743-ban telepítették újra. Elsősorban a jártságból. Van egy 1744-es összeírásunk az első telepesekről, és abból kiderül, hogy akkor 289 családot, illetve férfit számoltak össze. Sajnos ebből a férfi listából nem derült ki, hogy mennyi a hozzátartozók száma, hány gyerek lehet, vagy hány feleség. Tehát csak a férfiakat tudjuk, hogy 298-an voltak, és a plébános nincs benne. Tehát ennyi volt az 1744-es összeszámlálás, és ebből kiderült, hogy 63 településről jöttek az első újratelepítőink, 14 vármegyéből. Tehát azon nagyon-nagyon sok helyről, ennek azért többsége jászsági, és a legtöbb telepes pedig jászfényszerből érkezett. A község házát itt a 4-es útkereszteződés sarkánál jelölték ki, ide építették az első községházat, amiről sajnos keveset tudunk. Majd mikor az kicsi lett, akkor egy újat építettek 1824-ben. Arról szerencsére már vannak fényképek, az az épület homlokzattal az Ötös főútra néz. Ennek a kitételnek Vas József felelt meg, úgyhogy ő nyerte el az ő tervei nyerték el a testületnek a tetszését, és 1990-ben hozzákezdtek az építéshez. Gyönyörű szecessziós stílusban tervezte meg, ugye ennek az időszaknak, itt az első világháború előtti időszaknak ez volt az egyik meghatározó irányzata, úgyhogy ő is így tervezte, főleg úgy, hogy itt az alföld nagyon sok szűcs és szűrő motívumot ütött 1910-ben, és annak a helyére épült fel a sarkvezető tor, amely 1911-ben adtak át. A díszterem 225 éves, testületi üléseket tartották itt akkor is, és hát a testület az hát időközben változott, de többségében választott képviselőkből állt, illetve az úgynevezett privilégiumos képviselőkből, akik a legtöbbet adózó polgárok voltak, nekik is joguk volt a testület munkájában részt venni. Hát volt olyan időszak, amikor kérdezem, ezt 200 főre kellett. Tízeddel is nehezett, hogy üvereljünk egy évben, hát most kérdezik el, hogy 200-al próbálnak megjönni. Ez a kis patentum 8 évig állt. Amíg felépítették a Sarasboltogasszony templomot, ahol a felépítették azt a kőtemplomot, olyan állapotban, hogy ott már lehetett viselni, és az elbontott fatemplom helyével, mint megszentelt hely, és hogy ne adják el ház helynek, először egy fakeresztet állítottak, majd pedig az akkori plébánosnak a javaslatára nem mondjuk ki Szent János szobra került oda, 1799-ben. Ő Nepomuki Jánost nagyon-nagyon tisztelte, így kötődése nincs Féletházához. Többségében Nepomuki szobrát ugye hidak mellé állítják, hiszen a vizen járó kitonjáróknak a védőszentje, tehát a kivőhidok az úton járó.
Kisfaludy Sándor ismét magyar lett a magyar. Ismét magyar lett a magyar, mert eddig nem volt a, hogy is lett volna, szolga volt, s nem magyar, aki szolga. Ismét magyar lett a magyar, bilincsét összetörte, mint ősszel a száraz levél csörögve hull a földre. Ismét magyar lett a magyar, kardot ragadt kezébe, kardján a napsugár ragyog, s a bátorság szemébe. Ismét magyar lett a magyar, lángol, piroslik az arca, kitűzös zászló mindenit, amely jelt át a harcra. Ismét magyar lett a magyar, egy szív milliók keblében, és dobbanása, rémület az ellenség fülében. Ismét magyar lett a magyar, a síkra állt, vitézű, és a világ, a nagyvilág csodákat látni készül. Ismét magyar lett a magyar, s világ végéig az lesz, vagy iszonyúan, és dicső, mind-mind egy száli el. Hát nem fogok megint. Várjál, Rózsika. Jó van. A történetéről mesélnék, hiszen ezt a szobrot eredetileg nem ide tervezték, hanem 1897-ben Segesváron állították fel, Köllő Miklós alkotása volt, illetve az ő alkotása bocsánat, Segesvári csatatéren a Petőfi költői munkásságának az 50. évfordulójára állították fel. Nagy Magyarország területén rengeteg küldöttség ment ennek az ünnepségnek a tiszteletére. Félegyházáról is ment akkor egy kis számú küldöttség. Nem is gondolták szerintem akkor, hogy egy pár évtized múlva ez a szobor Félegyháza főterén fog állni. 1916-ban a Segesvár vezetése úgy döntött, hogy a román betörés elől menekítik, amit lehet, és az utolsó vonatra föltették ezt a szobrot, hogy Pesten vészelje át a háborút, és hogyha béke lesz, akkor a szobor visszakerül újra Segesvár főterére. Tehát a történelem átírta a határokat is, a szobor pedig maradt Budapesten. Először az Orci kertbe állították föl, illetve ott őrizték, majd pedig a pesti ércöntödébe őrizték. Volt egy kis riadalom, mert azt hitték, hogy ha az ércöntödében van, akkor be akarják olvasztani, de nem ez volt a cél. És 1921-ben egy újságíró, aki Félegyházára jött a művelődési házban, úgynevezett lavotta esteket tervezni, ő ajánlotta akkor a Félegyházi gimnázium igazgatójának, Horst Kálmánnak, hogy kérvényezze meg Félegyháza ezt a szobrot, hogy akkor kárpótlásul a kiskörösi szülőhely hivatalos elvesztése kapcsán, akkor ezt a gyönyörű szobrot kapja meg Félegyháza. Így is történt, a város vezetősége a Petőfi Társaságon keresztül a minisztériumhoz megírta a kérelmét, de addigra már még 8 város is úgy gondolta, hogy ő méltó lenne ennek a szobornak az őrzésére, és végül Félegyházát választották. Nagyon komoly feltételeket szabott akkor a minisztérium és a Petőfi Társaság, mit kell teljesíteni. Természetesen a szobornak a teljes állagmegóvását, a restaurálását állnia kellett, az utazás költségeit, tehát a szállítás költségeit, a talapzat költségeit, és hát ami talán a legsúlyosabb, de bevállalt a Félegyháza, hogyha úgy alakul, akkor a szobrot visszaadja Segesvárnak. És ezt bevállalta akkor Félegyháza. 1922. februárjában hát úgy döntöttek, hogy a vonattal való szállítás az nagyon drága, úgyhogy ökörfogattal mentek föl februárban
úgy hozták le ökörfogaton a szobrot, nemzeti színű zászlóval volt letakarva, és ott, ahol ebédeltek, attól nem lesz, egy polgárházba állították föl, és ott volt majdnem, nem majdnem, október elejéig, ugyanis hát majdnem egy jó pár hónap kellett, míg a talapzatot megépítették. A talapzatot a Félegyházi Őszenti Majlár cég építette meg, és hát azt kell mondani, hogy 94-ig állt. 2012-ben új talapzatot, tehát a régi el lett bontva, és ez egy új talapzat, ami azóta áll. Tehát az eredeti az 90 éve. Kettő osztja a Félegyházát, az ötösön ennek ezen a részén lévő városrész az ehhez a templomhoz kapcsolódik, az ötösnek a túloldalán lakó pedig a másik templomhoz. Hát azt a templomot két tornyra építették, tehát így a Félegyháziak azt a templomot új templomnak, két tornyú templomnak, két csövi templomnak hívják. Tisztességes, becsületes a 5. Szent István templom, ugyanúgy, mint az első Pista templomunkban, Szent István tiszteletére szentelt évvel. Ezen kívül van még egy kis kápolna, a városban a Kalmár kápolna, amelyet a Kalmár család emeltetett elsősorban saját részükre, a családi vagyonból és temetkezési helyre építették, de ez ma nyilvános kápolna is a templomhoz tartozik. A gyönyörű otthonája van, a javításra szoruló, és jelen pillanatban Mószeri Károlyra a lentész, itt a plébánosa, Yeah.
versek termébe vagyunk. Ez az én kedvenc versem, így szeretnék meghalni. Nem lehet meghalni. Édes, nem maradt. Nem maradt belőle. Reszkete bokor, mert a madárka szállott rá. Mai nap is úgy van. Az is sem. Ez mennyiség így már. Ezzel már ahogy telik az idő, egy a már. Ez biztos, hogy ilyet. Hát biztos.